Szevasztok, én Gergőben vagyok, és kicsit rendhagyó ez a videó most több szempontból is. Egyrészt látjátok a formátuma is, hiszen egy ilyen sötétebb tematikájú történet, amit most kipróbálok. Másrészt pedig a téma is egy komolyabb téma, ami engem érint, illetve hát nem is azt mondom, hogy csatornát, de hogy az én életemet mindenképp, és azért most már egy jó ideje ez fennáll, de nem nagyon beszéltem eddig róla. Ez pedig nem más, mint a zenélés. Hogyha komolyabban érdekel titeket ez a téma, hogy is kezdtem bele, miért kezdtem el zenével foglalkozni, ilyesmi, akkor azt nem fejteném ki itt, mert már nem egy éve, kicsit kevesebb, mint egy éve. Tavasszal volt már egy ilyen podcast, ahol erről beszéltem. Legalább ilyen 2 órás podcast volt, úgyhogy ha valakit ez érdekel, akkor le fogom tenni a linket a leírásba, és ott megtalálja, meg tudja hallgatni, nem is muszáj nézni igazából hozzá, ott egész sokat beszélgettünk erről, kérdéseket is lehetett feltenni. És ugye én gyakorlatilag, ami a lényeg volt benne, egy kicsit nagyon röviden összefoglalva, hogy ilyen első-második osztály, tehát 7-8 éves korom óta szinte, vagy mondhatni, megszakítás nélkül zenélek. Ez eleinte zeneiskola volt, aztán zenekar, és zeneiskola, aztán csak zenekar. Volt egyszerre 2-3-4 zenekar is akár megtörtént. És hát igazándiból itt teltek az évek. Nem mondom, hogy nem vagyok rá büszke, nem mondom, hogy nem értem el benne sikereket, mert én megtanultam a kis dolgoknak is örülni. És én azt gondolom, hogy sokkal boldogabb valaki, hogyha a kis dolgoknak tud egyébként örülni. És ez most is így élem az életemet, én szeretek a kis dolgoknak örülni, szóval van, hogyha egész életedben egy nagy célt kergetsz, az jó, de ha nincsenek kis milestone-ok, úgymond, kis mérföldkövek közben, amiket te el szeretnél érni, és ha eléred, ennek örülsz, hát több boldog vagy, akkor könnyen bele lehet fásulni. Ilyen egyébként a streamelés is, hogyha eleinte 0-1-2 néződ van maximum, ez benne van a pakliban, és ez nem is gáz. Viszont, hogyha ettől elmegy a kedved tőle, akkor soha nem is lesz mondjuk 10-20, 400-500 nézőt, hiszen persze van, aki úgy kezdi, hogy rögtön valamiért már nézik többen, de egy csomó meg nem, és ez a nagyobb százalék, és ez igaz mindenre az életben. Úgyhogy a zenélésben is nyilván volt olyan koncert, ahol 1-2 ember volt, meg hajnali 2-kor játszottunk, nyilván volt koncert, ahol meg 1000, 2000, 3000 ember volt, tehát volt ilyen is, olyan is. Én nagyon szerettem ezeket megélni, nagyon szerettem a zenében dolgozni, de eljutottam oda, hogy meg kellett hoznom egy döntést, és ebben szerepet játszik nyilván a vírus helyzet is, meg szerepet játszott benne, meg a nehézségek egy része onnan jött, hogy nehezebb utazni, hogy maszkot kell hordani órákon át a buszon, vonaton, hogy nincs annyi koncert lehetőség, hogy igazából megosztják, a közönség se nagyon mehet be mindenki, akkor nem tudom, nem is voltak klubok. Igazándiból ezt belül Jézus is nehezen éltem meg, mert én dolgoztam ebbe az iparba, és tudom, hogy aki erre rá van szorulva, az nagyon-nagyon rosszul járt most ebben az időszakban, nagyon nem volt nekik jó, és most sem igazából felhőtlen ez a dolog. Én azt gondolom, és volt sokszor több zenekarom, itt az elmúlt időszakban már leredukáltam 3-ról 2-re, ugye a Lay-ből még tavaly ősszel kiléptem, sajnos azóta is egyik szemem sír a másik nevet, mert lehet, hogy több, már nem érzi az ember annyira feltétlenül, hogy több szava ideje lenne, de mellette meg én ezt mindig is élveztem, és élvezni fogom, hogyha zenélek. Viszont szeptember 4-én volt egy utolsó koncertem, és eljutottam sajnos oda, hogy amikor ott vagyok, nagyon élvezem, viszont nincs időm egyszerűen felkészülni, jelenleg túlórázok általában a munkahelyen, sokkal több órám van kényszerből, mint lenne, nem nagyon érzem az energiát magamban, hogy egyáltalán meginduljak, hogy akkor most megyek a buszra, vagy nem tudom, ez régen teljesen más volt, nem éltem meg nehézségként, de egyre jobban előjön az, hogy én úgy érzem, hogy úgy éreztem pontosabban, hogy már kéne indulni. Amikor ott vagyok, akkor elfelejtem ezt az egészet, abban a pár órában ez elpárolog, és
és nagyon élvezem mindig, hogyha zenélhetek, de egyszerűen eljutottam oda, hogy 3 órát kell utaznom, az mínusz 3 óra az életemből, nyilván tudok zenét hallgatni, üzeneteket küldeni, bármit, podcastet hallgatni, akármi, de végeredményben mégis az van, hogy elmegy 3 óra. Aztán ott jól érzem magam, de igazándiból összességében meg mindennel együtt elmegy egy fél nap, amikor a lébe próbáltam egy egész nap, hiszen reggel 7-kor szálltam föl a vonatra, és általában 5-6-7 körül értem haza, tehát egy hétvégei nap elment egy próbára, ha koncert van, ugyanígy ott alszom utána, a következő nap is este, délután érek haza. Sajnos eljutottam oda, hogy ez nehéz, és ez már évek óta örlődik bennem, és én mindig az volt, hogy de szeretem csinálni, nem tudok dönteni, hogy melyiket ne csináljam, egyszerűen nem volt az, hogy egyiket letegyem, a lét nagyon nehéz volt letenni, nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést. Sajnos búcsú koncertem is a Covid miatt nem volt. Hát lett volna, és aztán ugye nem is akartam mondani nekik előre. Muszáj volt online csinálni, mert nem tudtunk találkozni. Mert egyszerűen az lett, hogy beütött ez az egész hülyeség, és bocsánat, hogy így hívtam, de értitek, hogy miért hívom így. És megváltozott minden. És igazándiból mindig úgy voltam vele, hogy olyat csináljak, amit élvezek, viszont én túl sok mindent élvezek, ez a hátránya is. Én nagyon szeretem a streamelést, a videókészítést, a tanítást, a zenélést, a hangosítást, a fénytechnikát, a nem tudom, fotókészítést, a videóvágást. Ezeket mind szeretem csinálni, mind szeretek bennük fejlődni. És hát most akkor ezek szerint itt az ideje annak, hogy letegyem kicsit a dobverőt, letegyem kicsit a billentyűt. A hangszereimtől nem tervezek megválni, sőt, jó lenne streambe is kicsit becsempészt ilyen dolgokat majd talán idővel. De jelenleg is a próbateremben vannak a hangszereim, pedig én szeptember 4-e óta egyszer voltam lenne a próbateremben. Akkor is így megpróbáltam, hogy jó, akkor menjünk le, nézzük meg, de egyszerűen az van, hogy nincs időm gyakorolni, én rosszul érzem magam tőle, nyilván a többieknek sem jó, de egyszerűen én is úgy érzem, hogy én is kínlódok attól, hogy akkor ott kell kitalálnom, hogy mi legyen, mert nem tudom, mi van az új dalban, amit éppen veszünk. És sajnos eljutottam így odáig, és lehet, hogy szóismétlés már nagyon a sajnos, hogy lehet, hogy ezt most abba kell hagynom egy kicsit. És például a Rozsdagyárnak is ugye, mint online rock magazin alapítója vagyok, oda is jó ideje nem írtam már cikket, például azt nagyon nem szeretném abba hagyni, és a zenélés ugyanez, hogy biztos, hogy nem hagyom abba örökre, én azt gondolom. Sőt, az iskolában van zongora, én nagyon viszonylag gyakran leülök zongorázni, és amúgy sem szeretném ezt az egészet, hogy a feledésbe merüljön. De most így idő és energia hiányában így meghoztam ezt a döntést, hogy abba hagyom teljesen az összes zenekaromat, és biztos van, aki már volt így, és ismerős, aki fel is hívott, hogy mi történt, ugye van olyan, ahol az Acid Victoriában ugye dobos keresnek például a helyemre. Hát ez van, nekem is rosszul esik ezt látni, de egyszerűen most úgy érzem, hogy nem volt választásom. Most van egy osztályom, szeretnék beléjük is minél több energiát fektetni, úgymond, hogy nekik jó legyen. A streamelés is élvezem. Valahogy úgy érzem, hogy érek el benne szintén sikereket. Ez kívülről lehet úgy tűnik, hogy ki lehetne vetni, mert nyilván az én számaim semmik másokhoz képest, de én meg nézem a statisztikákat, és látom a fejlődést, és ugye visszatérnék arra, hogy a kicsi dolgoknak tudok örülni. Én soha nem gondoltam volna, hogy csak eddig is eljut akár ez az egész. Hát eszembe nem jutott volna, hogy mondjuk fognak nézni konstans 10-en, konstans 20-an, 25-en, akár egy órán át. Hogy én nem gondoltam erre egyáltalán. Vagy hogy lesz olyan videó, amit megnézek 700-an, nem sok, mert másodnak minden videóját megnézik 5-6 ezeren, persze, de... És azok mások, és kit érdekel, én nem vele úgy vagyok. Aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle, de van egy ilyen kép, ha nem tudom, hogy láttatok-e már, hogy két ember, aki ás, vagy aki bányász, és mind a kettő ugyanannyira van mondjuk a gyémántól, vagy a nagy győzelemtől, úgymond, hogy megtalálja, amit keres, és mondjuk lehet, hogy pont visszafordul, amikor 15 centi, vagy 5 méter, vagy akármennyi lenne vissza. Én azt gondolom, hogy érdemes mindenbe addig energiát tenni, amíg te élvezed, hogyha már azért hagyod abba, mert te már nem élvezed, az egy helyes döntés, és én ezért hagyom abba most a zenélést, és nem a zenélést nem élvezem, hanem egyszerűen látom, hogy így is hulla vagyok folyamatosan,
és valahol fel kell szabadítani energiát, viszont nem örökre szeretném abba hagyni. És én azt gondolom, hogy ha valamit szeret az ember, akkor abban megéri energiát fektetni és időt, amíg élvezi. Nyilván, ha már pénzt keres belőle, akkor máshogy gondolkozik az ember, de jó megmaradni valahogy ezen a vonalon, és valahol egy ilyen jó balanszt, egy középutat meghúzni, és hát ezért jutottam el ehhez a döntéshez. Meglátjuk, hogy mit az a jövő, mit hoz 2022, meg 23. Lehet, hogy fél év múlva meg majd arról beszélgetünk itt, hogy éppen voltam egy próbán valahol. Nem lehet tudni, tehát én soha nem zárkózok el semmitől, bármikor lehet bármi, és majd meglátjuk. És néha új vagyok vele, hogy nem mindig kell tervezni. Elég, hogyha néha sodróc az árral, és majd lesz. És jó lesz. És eddig 100%-ban így történt. Így kerültem ebbe a suliba, így kerültem egy-egy zenekarba, így kerültem egy-egy nagyobb helyre dolgozni. Általában a legtöbb dolog így. Nem feszülök rá, és majd lesz, ahogy lesz. És persze közben csinálom a dolgomat, csinálom, amit jónak gondolok. És majd rajtam kívül a dolgok meg majd segítenek. Ha meg nem, akkor vannak utak, amiket lehet választani. Sosem egy út van, sosem zsákutca. Mindig lehet, hogy a zsákutcából vissza kell lépni egyet, kettőt, és ott van három, egy hármas, négyes útelágazás. Meg kell ragadni a lehetőségeket. Meg most ezt teszem, meglátjuk, hogy mi lesz januártól. Igazándiból szeretnék kellemes ünnepeket kívánni mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy kellőképpen tudtam körülírni és válaszolni mindenre, hogyha van olyan, akit ez érdekelt esetleg, mert az elmúlt fél évben nem sokat hallhattatok erről a témáról tőlem, pedig előtte orbaszájba a zenéről szólt minden. Aztán hát majd alakul. Majd alakul. Úgyhogy legyen szép napotok, bármikor hallgatjátok ezt, legyen további maradék napokra szép évetek, és hát akkor tekintsünk derűsen a jövő évre. Talán most már ez a vírus is kezd elhúzni az életünkből, és majd akkor nyílnak új kapuk. Ezt tudom mondani. Tartsatok velem legközelebb is. Minden héten vannak élőadások, amikor nem speciális eset van, tehát ilyen ünnep, karácsony, ilyesmi, akkor minden hétfő pénteken, és gyakorlatilag most már majdnem hozzátettem, hogy minden hétfő szerda pénteken van stream, a Discord szintén ott van a leírásban, ott mindent megtaláltok, tematikus szobák, menetrend, mindent mutatok, és hát vannak további terveim, úgyhogy megpróbálom azokat megvalósítani. Szeretnék akár gyakrabban videót, de ez van, hogy nem megy, és erőltetni nem szeretném, ezért csak olyankor készítek videót, amikor én is úgy érzem, hogy most van energiám rá. A streamelés az olyan, hogy az többször olyan, hogy azt szívesen benyomom, és akkor beszélgetek veletek, játszunk, csinálunk dolgokat, interjút készítek, bármi, már arra készülni kell mondjuk, de a videókészítés azért az egy olyan, hogy jobban összeszeretnek kell lenni, utána azt meg kell vágni, borítóképet csinálni, úgyhogy nem szeretném, ha izzadságszagúnak tűnne, ezért lehet, hogy néha inkább kihagyok egy-egy hetet, vagy kettőt, amit szoktatok látni, de ez azért van, hogy ne érezzétek úgy, hogy ezt kényszerből csinálom. Amikor természetesen van rá időm, energiám, akkor meg nagyon szívesen csinálom, mert már egy csomót fejlődtem ettől, és még sokat szeretnék. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!